Tavaly emelkedett a múzeum látogatók száma. Mintegy 4600-an jártak a helyi Bocskai István Múzeumban. Az elkészült weboldal segítségével, amely magyar és angol nyelven érhető el, idén akár még több érdeklődő is betérhet a kiállításokra. Így néz ki a Bocskai István Múzeum honlapjának kezdő oldala. Az érdeklődők itt egyből láthatják a nyitvatartást, illetve az állandó kiállításokat. A weblapra nagy igény volt a látogatók részéről is, hogy könnyebben tudjanak tájékozódni az aktuális kiállításokról, illetve aki még nem járt a múzeumban, az minél egyszerűbben megtalálhassa azt. A 21. század mindenképpen az internet kora is. Manapság már elképzelhetetlen, hogy egy intézmény, egy önállóban működő intézmény, önálló honlap nélkül létezzen. Ez mindenképpen nagy segítség, én azt gondolom, azoknak, akik az intézményével kapcsolatban információkat keresnek, és ez különösen igaz itt a Bocskai István Múzeumra, hiszen Hajdúszoboszlón a Bocskai István Múzeum a városnak egy megkerülhetetlen kulturális intézménye. Én úgy gondolom, hogy sikerült egy teljesen áttekinthető szerkezettel és felülettel rendelkező honlapot készítetnünk. Megtalálják rajta azokat az információkat a látogatóink, amiket mindenféleképpen keresnek, tehát a nyitvatartást, aztán a jegyárakat, találnak információt az egyes kiállításainkról, illetve a kiállításokat hordozó épületekről is, aztán magáról a múzeumról van fent a tevékenységünkről, fenn van a múzeumnak a története a honlapon, gyűjteményeinkről információ, hiszen itt nem csak látogatóként jöhetnek múzeumba emberek, hanem kutatóként is, valamint a múzeum alapítónkról, dr. Juhász Imréről is megemlékezünk itt a honlapon. Ezen kívül még múzeumpedagógiai kínálatunk is megtalálható, valamint a havonta megrendezett múzeumi alkotóház elnevezésű programunk itt a honlapon. A honlap elkészítéséhez szükséges összeget a Nemzeti Kulturális Alappályázatán nyerte a múzeum. Azok a látogatók, akik eddig megnézték a múzeum oldalát, elégedettek voltak vele. Az oldal címe a www.bocskaimuseum.hu. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatából sikerült elkészítenünk a honlapunkat az év elejére. És itt elsősorban, tehát egy menüsort talál a látogató. A fő oldalon egyrészt felhívásaink vannak, valamint a friss hírek. Itt található az első világháborús tárgyak és dokumentumok gyűjtésére vonatkozó felhívásunk is. Aztán ezután a kiállításokról van egy külön menüpont, amiben az állandó és az időszaki kiállításunk, valamint a korábbi kiállításaink is megtalálhatóak. A látogatóknak szóló menüpontban a kiállítóhelyekről, a jegyekről, belépőkről, valamint a kapcsolatról, megközelítésről található információ, illetve a múzeumi boltunknak is egy ízelítője. A nyitott kapuk menüpont alatt találjuk azokat az információkat, amik a múzeumpedagógiával kapcsolatosak, valamint a múzeumi rendezvényekről, és a múzeum menüpont alatt a múzeum tevékenységéről, történetéről és gyűjteményeivel kapcsolatos információk. Ezen kívül még a rendezvényeinkről egy képgaléria is elérhető itt az oldalon. Eddig pozitív visszajelzéseket kaptunk, azt mondták, hogy könnyen megtalálható a múzeumnak az elérhetősége rajta, könnyen tudnak tájékozódni, úgy a járakkal ment a kiállításainkkal kapcsolatban a látogatóink. Arra számítok, hogy ha önmagában a honlappal nem is a látogatószám fog növekedni, de mindenképpen segíteni fog a Hajdúszoboszlóra látogató turistáknak ez a honlap, hogy könnyebben tájékozódjanak a múzeum elérhetőségével kapcsolatban. Tavaly emelkedett a múzeum látogatóinak száma, az elmúlt évben mintegy 4600-an jártak a Bocskai István Múzeumban, az elkészült oldal segítségével, amely magyar és angol nyelven érhető el, idén akár még több érdeklődő is betérhet a kiállításokra.